leleplezik a karlendítő. Hoppá! Azért itt már Bolzer eléggé nyomja a közéleti dolgokat. Üdvözlöm Önöket, én Bogos Csaba vagyok, a Pécsistop újságírója. Az elmúlt napokban többször ugyanígy mutatkoztam be telefonhívásban Bohár Dániel megafonos influencernek, amikor kérdésekre próbáltam tőle válaszokat kapni. A hívás apropója az volt, hogy kallendítős fotók bukkantak fel Trombitás Kristóf kollégájáról, aki szintén egy megafonos propagandista. További fun fact az, hogy számos hírportál eddig csak találgatás szintjén értekezett az ominózus fotóról és arról, hogy ténylegesen a megafonos influencer látható-e rajta. Én egy fokkal tovább mentem és ellátogattam abba a gimnáziumba, ahol Trombitás Kristóf érettségizett, és összevetettem a két képet, és... Hoppá, mi az Isten? Az kemény, elment abba a gimnáziumba. Azért az research. Az kemény. Úgy gondolom, hogy ez magáért beszél. Ezzel kapcsolatban próbáltam Dánielt kérdezni. Nézzék meg az eredményt. Üdvözlöm, én Bogos Csaba vagyok, a Pécsistoptól. Csak annyit hadd kérdezzek meg, Dániel, hogy a Trombitás Kristóf kollégájának a karlendítős fotójáról ennek mi a véleménye? Vissza tudna hívni egy kicsit később, mert pont egy megbeszélésen vagyok, de nagyon szívesen. De fel fogja venni akkor a telefon, tehát erre ígéretet kaphatok akkor, hogyha később... Természetesen felveszem a telefon mindjárt, csak egy másodperc, egy megbeszélésen vagyok is, nagyon kedves. Aha. Jó. Cap, nem fogja felvenni szerintem. Pedig egyébként egy egyszerű kérdés volt, de megértem, jó. Akkor később megpróbálom újra. Fél óra múlva, ha visszaírna, azt megköszönném. Jó. Megbeszélés, persze. Valószínűleg ilyen az, amikor akasztják a hóhért, de hát próbáljuk meg újra. Kéne pár info a Pécsistopról nekem, hogy egyáltalán gondolkodjak azon, hogy szóba szeretnék állni a Pécsistopval. Értem, jó. Tehát ilyen kitűzésekhez van kötve az, hogy kinek válaszolsz és kinek nem. Tehát vannak ilyen kritériumok, amiknek, hogyha megfelelek, akkor válaszolsz arra, hogy Trombitás Kristóf karlendítése az egy... Pécsistopnál tartottunk, úgy emlékszem. Tehát ja, akkor kerülgessük a kását, jó. Tehát akkor ezt soha nem fogod megválaszolni, hogy Trombitás Kristóf karlendítése az véleményed szerint... Én meg egyet, és ezt tettem fel az előző hívásomba is, de akkor egy megbeszélésem volt, egy állítólagos megbeszélésem, aminek azért ne feszegessük a valóságet, de oké. Okay. Jó, nézd meg. Igen, de közben, ameddig rákeresel, addig erre az egyszerű kérdésemre nem fogsz válaszolni, hogy Trombitás Kristóf kallendítése. De amúgy erre csak simán mondhatnám, hogy ez egy rossz dolog volt, nem? Tehát így tudom, hogy most a Trombitás Kristóffal nagy span, meg minden, meg megafon, meg úristen, meg így, meg úgy. A karlendítés semmiképp nem jó dolog. Akármilyen politikai oldalt is képviselsz, szerintem azért ez nem egy elfogadható dolog. Kristóf karlendítése. Jó, erre soha nem fogok válaszkapni. Úgy látszik. Már nem kell sokat vennie, és kezdetét veszi Pécset a Tour de Hongrie, ez jó. De, tehát akkor én most megtettem azt a szívességet, hogy válaszoltam neked pár kérdésedre. Most akkor megteszed te nekem azt a... De miért beszélsz vele abban, amit mondok? Tehát erre az egyszer... Azt mondom, hogy a Pécsistopnak az újságírója vagy azon, de még nem tudtam meg rólad semmit. Egy készülő cikkünkhöz szeretnélek tégedet megszólaltatni, mint Bohár Dánielt, aki... megafonosként, tehát téged most nem újságírói kontextusban kérdezlek, Dániel, hanem mint megafonos munkatárs kérdezlek arról, hogy a kollégád Trombitás Kristóf karlendítése szerinted helyén való... De megint belebeszél, mindig belebeszél, amikor följön ez. Baba, és annyit árul már meg... Soha nem fogok erre választ kapni, akkor ezt az egyet áruld el nekem, amit tényleg soha nem fogsz erre... Egy dologra válaszol nekem, kérem, ez egy fontos kérdés... És utána válaszolsz arra, amit kérdeztem már negyedszerre? Honnan van meg az én telefonszámom neked? Honnan van meg a telefonszám, hogy újságíró vagyok, és meglepődök azon, hogy valakinek megvan a telefonszámom. Úristen! Ez meg. De mondd már meg, kérlek, hogy... Te adtad meg nekem a telefonszámodat. Te adtad meg. Igen, és mikor adtam meg a telefonszámodat? Instagramon 2021-ben adtad meg a telefonszámodat. Biztos így volt. Hát, erről a screenshotom is van, de... Akkor küldd át, kérlek, ezt a
SMS-ben dob, de azt hiszem most már megvan a telefonszám, és akkor utána tudjuk folytatni a beszélgetést. Ja, tehát addig soha nem fogsz erre az egyetlen egy egyszerű kérdésre válaszolni, hogy trombitás Kristóf kallendítése, az szerinted helyén való volt-e? Nálatok ez egy bevett szokás? Ezek után ez helyén való, hogy egy ilyen kollégával dolgozott együtt? Átdobod azt az Instagramos képernyőfotót, amin ott van, hogy én átküldtem neked a telefonszámot? Nem tudom, hogy egyébként ebben a nagyon egyszerű kérdésben mi olyan nehéz, ami alól neked így ennyire ki kéne másznod. Szerintem te is már sok embert megkérdeztél az évek során, és te is tudod, hogy ez a módszer, amit most csinálsz arra, hogy kibújj a kérdés alól, az egy szánalmas módszer. Nem kell, de nagyon köszönöm a beszélgetést. Tehát akkor erre soha nem fogsz válaszolni, hogy trombitás Kristóf kallendítése az számodra mennyire helyén való? Pécsi Stop nevű oldal, nem ígérem, hogy ezen túl folyamatos olvasója leszek a Pécsi Stopnak, de... Sajnálom, hogy nem tudsz erre az egyszerű kérdésre válaszolni. Hát ezt én is. Geci a bohár, bazd meg, úristen. Azóban, hogy nem szeretek ilyeneket nézni streambe, mert én inkább gaming közben fagyasztom le az agyamat ezekkel a videókkal. Nem készültem több kérdéssel, mert igazából tényleg csak ez az egyetlen egy egyszerű lett volna. De úgy látszik, hogy 11 perc alatt nem sikerült erre válaszolni. Sajnálom ezt egyébként. Vigyázz magadra, Csaba, és további sok sikert a munkában. Várom az üzenetet, jó? Szia, Csaba. Sajnálom, Dániel, hogy nem tudsz válaszolni, de... Megértem sajnos. Hello. Jó munkát neked. Neked is. Nos, én ezután, ahogy Bohár gyáva vagyok válaszolni pécsi újságíróknak, Dániel kérte, elküldtem SMS-ben, hogy az Instagramon, ahol megadta nekem a telefonszámát, ráírtam újból, hogy esetleg így könnyedén megtalálja, hát ha akkor folytathatjuk a beszélgetést, és végre válaszol a kérdéseimre. Nem fog. Most gondolhatják, hogy mi történt, Dániel ezután nem vette fel a telefont. Basszus. Se baj, azóta eltelt 3 nap, ma hétfő van, megpróbáltam ma újból egy másik telefonszámról. Ez lett az eredmény. Üdvözlöm, Dániel, Bogos Csaba vagyok, a Pécsi Stop, te esetleg ma kaphatok választ? Kinyomta egyből? Kinyomta. A mai nap tanulsága az, hogy Bohár Dániel, aki az ő videóiban ekkorának látszódik, amikor oda kell menni más politikusokhoz, és váratlanul kérdéseket kell nekik feltenni, akkor ekkorának látszódik, de amikor ő van a mikrofon másik oldalán, akkor ilyen picire összezsugorodik. További szép napot! Zseni, van még egy videó, figyeld! Gert képviselő úr, esetleg annyi kérdésem lehetne, hogy Trombitás Kristófnak a kallendítős fotójára mi a véleménye? Nagyon sietek, mert bizottságülésem lesz. De ez egy egyszerű kérdés. Képzelje, hogy a városvezetés az mostanra tesz egy bizottságülést. Tényleg? Pont most? Basszus! Megbeszélések ezek mindig akkor vannak, amikor kínos kérdések jönnek, nem? Ezek a fideszes megbeszélések, ezek valahogy mindig úgy tervezik őket, hogy akkor legyenek, amikor kínos kérdéseket kérdeznek tőlük újságírók, nem? Az olyan fura. Boldog karácsonyt! De ez órán. Egy egyszerű kérdés, képviselő úr, esetleg arra válaszolna, hogy Trombitás Kristóf kallendítős fotója, akkor ön szerint rendben. Köszönjük szépen! Kire tartom az esőt, hogy ne állzol, jó? Ja, köszönöm szépen. Akkor már készült erre esetleg, nem? Vagy szóltak ennek, hogy fogom kérdezni, nem? Nem szólt senki, de miután láttam, hogy a kolléga majd pakolja a kamerát, feltételeztem, hogy ez valami interjú lesz. Most erről a fotóról szeretném kérdezni, hogy Trombitás Kristóf kallendítéséről, ennek mi a véleménye? Én nem ismerem fel, hogy ezen fotón valóban Trombitás Kristóf lenne. Tekintsük meg ezt a fotót, amit itt a Nagy Lajosban fotóztam le. Ez a tabló fotója Trombitás Kristófnak. A szemüveg ugyanaz, az arcszerkezet ugyanaz. Aha. Erről mit gondol? Hát én nem látom a hasonlóságot. Nem látja, mert vak! Hogy nem látod, ember? Rossz a szemüvege, hát pedig ott van rajta a szemüveg. Látszik az arcán is az értelem, igen, ugyanezt akartam mondani, de nem akarok személyeskedni, de hogyha ott nem látja azért a hasonlóságot, akkor lehet, hogy el kell gondolkodni, hogy ő politikus lehet-e, vagy nem. De biztos így van, hogyha ön mondja, nem tudom, hogy önöknek bármit el lehet-e hinni, azok után, hogy a múltkor is, ugye bár a közgyűlésen ott ültek velünk szembe, és simán leértek azt, hogy nem ülünk ott a teremben. Mi ezt már lehoztuk ezt a hírt, és nem jött de ez a baj, hogy önök lehoznak egy hírt, és nem lehet tudni, hogy az igaz, hiszen azért többször... Na hát igen, az Origo az soha nem csinált még ilyet, meg a Hír TV, meg a TV2, meg az összes kormánymédia soha nem csinált még ilyet, hogy esetleg hamis dolgokat állítottak. Ilyen még nem történt. Egyszer sem.
tényleg egyszer sem. Amikor ellenzéki politikusokat pedofilnak állítanak be, és évekkel később kell írniuk róla egy cikket, hogy amúgy nem is pedofil, mert hazudtunk. És ugye nyilván bírósági végzés volt, hogy kellett írniuk erről egy új cikket. De hát addigra már mindenki elhitte, aki azt a cikket elolvasta, mert több év eltelt. Addigra már damage has been done, bazd meg. Szóval, ja, ilyenek történnek. Szerintem az ellenzéknek kevesebb ilyen dolog történik az ellenzéki vagy a független médiában. Sose volt olyan, hogy a TV2 bocsánatot kért Jakabtól, hogy nem voltak igazak az állítások. De volt olyan is, hogy a TV2-n be kellett mondani, hogy hazudtak. És nem érzik gáznak. Ez a baj. És az embereket se érdekli. Szomorú. De hát ugyanonnan jön a dollár, nem? Tehát hát azért milyen dollárok jönnek a Pécsi Stop, az ő tud valamiről, amire nem tudnék? Vagy hát azért vannak feltételezéseink itt a különböző... Hát feltételezések, akkor pont ön mondja, hogy én most nem vagyok hiteles, de ő meg feltételez. Azt mondja, dollárok jönnek, bro! Ez konkrétan a tag jelenleg. Feltételezések, akkor pont ön mondja, hogy én most nem vagyok hiteles, de ő meg feltételezéseket mond. Hát igen, az hiteles, hogyha feltételezett dolgokat. Nem is értem, hogy mit gondolnak. Ők azt gondolják, hogy minden politikai tartalom az csak úgy tudja eltartani magát, hogyha, vagy nem tudja eltartani magát, hanem az állam, vagy valaki biztosan pénzeli ezt. Ők ezt nem tudják elképzelni a kis fejükbe, hogy mi, hogy létezik olyan, hogy közönségi finanszírozás, és hogy meg lehet élni ezekből piaci alapon, hogy létezik ilyen, hogy mi, hogy nem rakja senki alánk a pénzt. Azta! El tudják, csak faszkodnak. Nem faszkodnak, az a baj, hogy elhiszik, vágod, ők ilyen hülyék. Mert már benne van az agyukban ez a sok fasság, hogy nekünk a Brüsszel küldi a pénzt, meg a Soros György, meg ilyenek. Én is Soros Bérenc vagyok. Ha egy olyan dolgot mondok, ami a Fidesznek nem tetszik, akkor én a Soros pénzén élek. És ezt bárkivel meg tudják csinálni. Kicsit olyannak tűnik, mint akit basztattak így az iskolába. De olyannak tűnik, akit is sajnáltam is volna, hogy basztatták az iskolába. Csak miért politizál? Mert nagyon lehet látni, hogy beleáll ebbe a kérdésbe, így tökre naívan, hogy ja, itt egy tök király kis interjú lesz, aztán amikor meg bekérdezik, akkor meg kell. Hát nem látom a hasonlóságot. Hát dolgom van, mennem kell, viszlát. Bocsánat, képviselő úr, egy kérdés elejük, atya. De egy egyszerű kérdés. Telefonálok, ne haragudj, fiad. Képviselő úr, egy kérdés elejük, atya. Tényleg telefonál? Hát, hogyha tényleg telefonálna, akkor elsötétedne a képernyő, mikor a füléhez rakja, nem? Egyszerű kérdés, hogy Trombitás Kristófka ellendítéséről esetleg ennek mi a véleménye? Én szíves telefonálok, jó? Bocsánat, de akkor esetleg utána válaszol rá? Hát, itt vagy! Itt vagy! Elsprintelt. Oh, még itt van, ő is figyelt. Ön azt mondja, hogy hát ezen visszatérve a kérdésére, az valóban egy nagy probléma, hogy a városban a szélsőséges ideológiák terjedhetnek. Például az egy probléma, hogy Péter Fiatilla például olyan embereket nevez ki az ön, hát nem akarom azt mondani, hogy gazdája, de mégis a főnöké. Gazdája? Az ön gazdája? Na mert neked akkor ki a gazdád? Az Orbán Viktor seggéből lóksz ki ember, akkor neked ő a gazdád? Neked az Orbán a gazdád? Hogy lehet ennyire? Nem akarom azt mondani, hogy gazdája, de ki mondta, baszd meg? Így semmiben nézni a másikat, geci, ez emberileg, ez etikailag rossz. Nem politikailag, tehát ez nem azt várnám, hogy egy politikus ne mondjon ilyet, egy ember ne mondjon ilyet egy másik ember társára. Hát az embernek nem lett gazdája, nem ott élünk, hogy rabszolgaságnál tartunk meg ilyenek. Tehát egy embernek nincs gazdája, baszd meg, ez undorító. Ezek nyomorékok, vágod? Úristen, nagyon felidegesítenek. Úristen, nem szabad ilyen videókat nézni streambe. Túl sokat beszélek. A gazdaszó kompatibilis akar lenni is. Hát amúgy pontosan, amúgy true. Szélsősége, Trombitás Kristóf szélsősége az nem elítélendő, de a városházi szélsőségek, amit egyébként szerintem... Mi a garancia erre, hogy ez nem ez ő? Tehát, hogy ebben... Hát ott a kép. Eléggé hasonlít, nem? Mi rá garancia? Addig nem ő van a képen, addig, amíg nem... áll ki és mondja azt, hogy én vagyok rajta, mert az nem fog megtörténni. Semmi az a garancia, hogy erre. Ugyanaz, és... Hát ön szerint ugyanaz, de Bohár Dánieltől kezdve, Trombitás Kristófon keresztül mindenkit, és senki nem válaszolt erre a kérdésre. Akkor miért van ebben lapítás? Tehát azt nem értem, hogy nem ő lenne a fotón, akkor ebben miért van lapítás? Jó napot, képviselő! Hát tényleg, hogy nem ő van a fotón, akkor csak mondják azt, hogy nem ő van a fotón, de érdekes, hogy a Bohár nem azt mondta, hogy nem ő van a fotón, hanem nem mondott rá semmit. Ami eléggé rossz. Úr, esetleg egy kérdés elejük, hogyha megállíthatnám ennek Trombitás Kristófnak a kalendítős fotójáról, mi a vélemény? Az Bolzer, igen, Bolzer csinál most ilyen videókat, elég király, nagyon adom, fel is iratkozok rá. Erről talán Trombitás Kristófot kellene megkérdezni. Hát megkérdeztük őt is, de ő nem válaszolt, viszont találtunk egy ilyen közös fotót, és az lenne a másik kérdésünk, hogy esetleg ezt újra megcsinálná vele, ez a kalendítős
ominózus fotó után. Nyilvánvalóan a szerkesztő úr is tudja, hogy ez hol készült ez a fotó. Igen, tudom, egy PMFC-s esemény. Ez egy esemény, ahol a fotó futballról volt szó, nem másról. Igen. Úgyhogy én azt gondolom, hogy és esetleg, hogyha újra találkozik Trombitás Kristóf, akkor mondani fog neki valamit a kalendítésével kapcsolatban, vagy én azt gondolom, hogy nem tisztán Trombitás Kristóffal kapcsolatban, akár a karlendítésre, akár bármi mással, akár ő volt ezen a képen. De a véleményét azt el tudja mondani ezzel kapcsolatban azért, hogy mit gondol erről, hogy azért egy ilyen megafonos influencer, egy Fidesz közeli ember. Influencer, azért ezek elég nagy szavak. Akinek pécsi vonatkozása is van, korábban kallendített, ez ön szerint helyén való, vagy ez egy keresztény értékeket reprezentáló cselekmény, vagy mit gondol? Én azt gondolom, a szélsőségeket és a szélsőséges megnyilvánulásokat semmilyen esetben sem lehet tolerálni. Bárkiről legyen szó, de akár legyen szó Nemes Balázsról, aki évekig nagyon... Hát azért ő is fölhoz egyet, hoppá! Az ellenzékben is voltak ilyenek, hoppá! Igaz, hogy az ellenzék az egy kicsit szélesebb, és még mondjuk a mi hazánkosok is ott vannak, meg ilyenek, de kinyitja a könyvet. De ti ezt csináltátok? Szóval mi nekünk is lehet? Pénzért dolgozott a pécsi önkormányzatnál, ugye a baloldal felkérésére. Tudjuk, hogy ő momentumos múltja előtt jobbikos szimpatizáns volt, sőt, a jobbikos politikus, és hát ő nagyon nyíltan beszélt arról, hogy mi a véleménye például a magyar cigányságról, illetőleg milyen antiszemita kijelentéseket tett. Én kívánom azt képviselő úr, szerkesztő úrnak, hogy esetleg Nemes Balást is interjúolja meg arról, hogy az ő múltjáról mi a véleménye. De nem emlékszem, hogy a Pécsi Stop akkor forgatott volna erről. De meg fogjuk őt is kérdezni, csak alapvetően akkor a véleményét csak simán erről a kallendítésről megosztaná velünk, tehát hogy csak simán Trombitás Kristóf kallendítéséről. Én még egyszer mondom, és nem tudok mást mondani, én azt gondolom, hogy nem mondhatunk mást, hiszen ez őszintén ez a véleményem. Pécsi lakosként, magyar állampolgárként, jogászként semmilyen szélsőséges megnyilvánulást, akkor ön elítéli tulajdonképpen. Nem tudok támogatni, azzal nem tudok egyetérteni. Tehát akkor elítéli. Nekem ez a vélemény. Jó. Köszönöm szépen. Köszönöm. Azt gondolom, elítéli, vagy nem? Azt gondolom elítéli, ha ő van a képen, akkor ez egy szerencsétlen dolog volt, és ilyennek nem szabadna lennie. De nem, semmi nem bizonyosodott meg róla. Nemes Balázs, ő még mindig maga alatt vágja a fát. Elég, én már elmentem volna a helyébe. Nem túl okos. Az előző amúgy korrekt volt. Már amennyire lehetett. Én úgy emlékszem, hogy megbánást tanúsított. Szerencsétlen dolog volt, vagy csak nem kéne agyhalottnak lenni, és ilyen szélsőséges nézeteket támogatni. Látszik rajta azért azon a Trombitás Kristófon, hogy ahogy most kinéz, hát azért őt is szerintem azért bántották elég sokszor az iskolába. Ja, lehet, hogy nem tudott beilleszkedni, és akkor ott a garlendítős arcokkal be tudott illeszkedni, és akkor azért csinálta, hogy valami, de... Ja, vannak ilyen szerencsétlen esetek, amik tényleg szerencsétlenek lehetnek, mert... Be lehet kerülni azért ilyen közegekbe, azt azért, ha a Trombitás Kristóf védelmére fáhoznám, hogy ilyen közegekbe kajak be lehet kerülni, és vannak is ilyenek, hogy valakit nem fogad be senki iskolába, és akkor hoppá, a skinheadek pont befogadnak, mert hát ő nekik meg tök jó, hogy egyel többen vannak, ugye. Szóval, ja. Balázs megbánást tanúsított, miután a média lebuktatta, jó, akkor. És akkor Trombitás Kristóftól mikor várhatjuk ezt ön szerint? Hát nem, mert nem tudjuk, hogy ő van a képen. Hát ön állítja, és önnek nem lehet hinni. Hát ön azt állítja, hogy nem vagyunk ott a közgyűlési teremben, amikor ott ülünk önnel szemben. Én ilyet nem állítottam. Úgy gondolom, hogy én írok mindent a Pécsi Stopon, szóval azért ez is egy kicsit ferdítés, hogy mindenhez oda kommentelik a Berényi Zoltánt, a Hári Józsefig, hogy én írok mindent a Pécsi Stopra, hát azért ez nincs így. Nincsen ez, így, de hát azért a Hári József képviselő urat egy-két öven alul elég méltatlan támadás azért éri önöktől. És Hári József, amikor Bogos banánozik engem, vagy pedig vigyázzak a blendémre, így megfenyeget, azok szerint helyen való? Tehát azt gondolom, hogy azok a Facebook viták, amiket önök generálnak, például ilyen álhírek terjesztésével, tehát az, hogy provokálnak embereket. Bogos banán. Köcsög. Ez egy felnőtt ember. Szeretnél titeket emlékeztetni, hogy ez egy képviselő, ez egy politikai képviselő. Egy fideszes képviselő. Szóval, ja. Hát... Ez baj. Hát azt gondolom, hogy nem helyén való semmilyen fenyítés, de az, hogy önök megpróbálják lejáratni... Hát pedig ezt írta Hári József, és a képviselőtársa mellette ül. Jó, csak az a helyzet, hogy Hári József egy olyan szakember, aki azért ebben a városban elég sokat letett az asztalra. Szóval akkor egy szakember írhat ilyen dolgokat a Facebookon, hogy vigyázz magadra meg ilyenek. Teljesen okés. Hát bazd meg, ő doktor, akkor lehet attól még agyhalott. Hát csak csinálja, hát egy doktor, ő okosabb, mint én, szóval akkor jó, amit csinál. Ennyi. Ennyi, most hogyha az Elon Musk mondjuk mondaná, hogy mit tudom én, írtsuk ki a fél bolygót, egy okosabb ember mondta nálam, szóval
I don't know, man. Hadd csinálja, érted? Ha benne vagyok abban a felében, nem baj, nem baj. Hát öljön meg engem is, figyelj, okosabb nálam. Tuti, akkor megérdemlem, nem? Van diplomád, egyelő lehetsz náci. Ennyi. És az a notórius, és így, önök notóriusan ne akar... meg nem tudom, miket írt, tehát ez... És bocsánat, önök miket írnak róla? Tehát önök miket írnak róla? Én lehoztam tehát azt, amiket ők kommentelt. Amiket... Más cikket szerintem Hári József önök, nem ért. És önök, tehát önök, akik olyan bejegyzéseket meg szavakat adnak a szájába, amiket ő nem is tett közé a Facebookon, olyan cikkeket írnak. Abban a pillanatban, hogy megnyerték Amerikában a sárkányhajós versenyt, önök másnap egy lejárató hadműveletet indítottak Hári József ellen. Vagy belezumott köcsög! Lejárató anyagokat jelentettek meg róla. Mi volt? Hát hogy lók ki, az orr szőrét is látom az arcnak, hallod? De ez nagyon kemény a kameramunka. Mentáljuk vissza. Egy kis szerkesztői kitekintés, hiszen Barkóczi Csaba több ízben állít valótlan újságunkról. Amikor azt mondja Barkóczi Csaba, hogy mi lejárató kampányt indítottunk Hári József ellen, amikor ő Amerikában különböző sport eredményeket ért el, ez szintén hazugság, de gondolom, hogy melyik cikkünkre gondolhatott, hiszen ez az a cikkünk, ami nyáron megjelent, ez arról értekezik viszont, hogy Hári József milyen áhíreket osztott meg az orosz-ukrán háborúval kapcsolatban. Szerintem ez politikai pártállástól függetlenül egy igazán káros jelenség, amikor politikusok áhíreket osztanak meg. Én tételesen igazoltam, hogy miért áhír az, amit Hári József megoszt a Facebook oldalán. Screenshotokkal igazoltam, hogy ezeket ő osztotta meg, ebbe semmilyen lejárató. Hát igen, ezt te szerkesztetted, az a baj, Csaba. Ezt mindannyian tudjuk, hogy ezt te csináltad. Ezt te szerkesztetted, bármit mondhatsz, hogyha ő már letörölte, akkor ezt te csináltad. Ez csak a te műved lehet, mert Facebookon már nincs ott. Ez ilyen, ez sajnos ennyi. Valaki még Facebookozik? Hát az a négy ember, aki reagált rá, amúgy igen. Végig tételesen, objektíven körüljártam ezt a témát, és nem hiszem, hogy ez a cikkem feljogosítaná Hári József fideszes képviselőt arra, hogy ezek után én olyan kommenteket kapjak tőle, hogy kisfiú, a cikket vizsgálják a jogászaink, gondolom tudod, találkozunk, meg hogy Bogos Csabika vigyázz a blendédre, meg nem kedveli az ilyen embertípus, mint amilyen én vagyok. Bogos Csabika, ha csípapisi cserélj pelenkát, ne vigyorog. Ezeket nem érzem úgy, hogy egy ilyen cikk miatt kiérdemeltem volna, de hát úgy látszik a pécsi Fideszben erről más az álláspont. Hát úgy látszik, pécsi stoppos Macska Jancsi, azt írja, Macska Jancsi. Ez a tag leragadt óvodába. Hát ez hihetetlen. Ez zseni. Ez egy diplomás ember, és kb. Azon a szinten van, mint a Le Mans Prala, akinek ugye még a középsúli is nehézségeket okozott. Köszönjük, jó kontent volt. Bolzer? Hát Bolzer az mekkora kontentet csinál? Szia Manin! Ha elfogyott a manit, csak szóljádon ételek százat, majd amit lesz, majd elszórjád, de ami a lényeg, hogy a mai streambe kerüljek be, kicsit hamis, te vagy a legjobb az egész kerület.